hova sikerült eljutnotok az elmúlt egy évben? Hát amit láttátok, fehérből fekete lett, de nem ez volt a legnagyobb lépés, hanem most már három dimenzióban tudunk mérni és meghatározni pozíciókat, illetve mint láthatjátok, vannak gesztus vezérlések is, mondjuk egy videót leállítani, vagy akár elindítani. Úgyhogy most látható, hogy a nagy videó megosztó portál is kompatibilis az eszköz. Magyarán ez azt jelenti, hogy nem ceruzával kell ide-oda mutogatni, hanem a kézzel. Nem, így van. Ez már felismeri a felhasználónak a kezét, hogy hogy van, és felismeri a legközelebbi ujját, és azzal lehet akár gesztusokat, akár mutató mozdulatokat is csinálni. Így, mint a videón is látszik, ugye felismeri a kezet. És itt egy pillanatra megállítanám, hogy látszik, hogy ugye Z-ben és XY-ban is mér, az már teljesen 3D-s a rendszer. Milyen szoftverekhez ajánljátok ezt az alkalmazást? Hát jelenleg, ugye, hogyha elgondolkozunk mondjuk prezentációkban, van a nagy magyar vállalat is, aki ilyesmit használ, illetve vannak az operációs rendszerekhez kész prezentációs programok, ezekhez alkalmazhatóak. És ugye nagyon egyszerű gesztusokkal hogyan lehet vezérelni egy-egy lapozást, vagy akár mondjuk nagyítani is lehet egy képre, úgyhogy prezentációt még izgalmasabbá szeretném tenni. A gesztusok azok mennyire egységesek, gondolom, hogyha egyszer ezt tényleg így a köztudatba nagyon be fog majd szivárogni, akkor ezeket a gesztusokat egységesíteni kellene majdnem. Így van. Egy-egy funkcionál ezekkel, hogyan álltok? Jelenleg most 6 gesztust tudunk megkülönböztetni, abból 5-öt használunk. Ugye van a jobbra-balra gesztus, mint látszik a videón is, a mélységet is érzékel a rendszer, és a lefel. Most kifele gesztus is működhetne ugyanolyan elven, mint a befele. Csak ugye azt egy kicsit nehezebb kivitelezni. Mi megpróbáltunk minél egyszerűbb gesztusokat, természetesebb gesztusokat, magától értetődő intéseket felhasználni, és megpróbáljuk mindenhova ezeket alkalmazni. Most, hogyha elgondolkodunk a legújabb autókban is, vannak olyan ilyen dashboard, mi az, műszerfalakon is, hogy jobbról balra hogyan húz el az ember a képernyőn a kezét, és akkor a következő funkciók jönnek. Megpróbálunk ez irányba fejleszteni. Tehát magyarán ez azt jelenti, hogy akár tabletbe, akár okostelefonba szintén beépíthető az alkalmazás. Mi mindenképpen mondjuk, hogyha nem akarunk egy régi tablethelyet, egy újat megvenni azért, hogy benne legyen egy levegőben gesztus felismerő, akkor csak egy olyan tokot képzeljünk el, ami a mostani szilikonotokok, amit rápatintunk és már működne is.